Konkrétan azt mondta John Innsbrucker, igen, hogy a második fokozat oxigén feltöltés is lassan befejeződik. Ops, beint, nézzétek! Ez mi lehet? A víz. Ugye ez nem szakadó eső? Nem. Nem is, nagyon látni. Nem, szerintem ez a biztonsági rendszer, ugye, meg ez a vízfüggény, ugye. Ami a hő, meg a hang, igen. Tehát egy perccel indulás előtt üzemanyagtartályok nyomás alá helyezése fog megtörténni, valamint a repülési igazgató megadja az indításra az engedélyt, úgyhogy körülbelül fél perc múlva megtudjuk, hogy akkor megyünk, vagy nem megyünk. De jó ezt kimondani. Hú, gyerekek. Akkor fordítjuk. Fordítom, amit mondanak, jó? Híres mondat az indítás igazgatótól, vagy a, hát igen, végül is küldetés igazgatótól, hogy Falcon is startup, vagy head startup egész pontosan, tehát hogy átvették a számítógépek a irányítást, úgyhogy... És pont, neked megint, mintha... Falcon 9 is in startup! Mint hogy ők közvetítenék a miénket, úgyhogy... Igen! Hallatszott a taps is a háttérben. Gyerekek, egy perc alatt vagyunk. Most már viszont nagyon... Go for launch. Oké, gyerekek. Dragon SpaceX, go for launch! Megvan az engedély, gyerekek! Szerintem hagyjuk át magunkat az élménynek, tehát itt már 30 másodperc, tehát hú. Fordítom, amit mondanak, jó? Drága azt mondta most, hogy let's fire this candle. Tehát gyújtsuk be ezt a gyertyát, srácok. Gyújtsuk be ezt a gyertyát, így van. Na jó, akkor... 20 másodperc. Akkor hajrá. 15. 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gyerünk! Wow! Gyerünk! Oké. Okay. És repülünk! Elindulj! Jól van! Nagyszerű! Aj, ez az! Gyönyörű! Repülj, kislány! Bal oldalon! Oké, egy kis információ. Bal oldalon a speed jelöli a rakéta sebességét, altitude pedig, hogy milyen magasan jár a felszín fölött. Milyen szép hangja van, halljátok? Gyönyörű, ó, de gyönyörű. Max Q az lesz az első pont, amit el fogunk kérni, ez a legnagyobb aerodinamikai nyomás, ami a rakétára nehezedik. Ilyenkor általában egy picit visszavesznek a rakéta teljesítményéből. Majdnem minden rakétánál ezt csinálják, tehát ez teljesen normális. Mindjárt mondják, hogy Max Q. Itt volt ugye az in-flight abort tesztnek a megszakítása, de igen. Most nézzük. Erre most nem fog sor kerülni, mert minden rendben lesz. Csodálatos. Max Q. Közben átléptük a hangsebességet is. Így van. A következő állomás a Miko lesz. Nevet, ti hallottatok? Mit? Nevet hallottatok? Nem. Hát most erre nem tudok figyelni. Én sem. És túléltek a Max Q-n, tehát az azt jelenti, hogy a legnagyobb aerodinamikai nyomás sikeresen... Ó, belső kép! Oda nézettek a belső mennyel. De gyönyörű! Wow! Na most azt tudni kell, minél magasabbra jut a rakéta, annál kisebb a nyomás, és majd látjátok, hogy teljesen szétnyílik majd a lángcsúva. Teljesen elnyújtottról egyre inkább, mint egy virág kezd kinyílni. És belelátunk a 9 Merlin hajtóműbe. Működés közben. Én mindig nehezen hiszem el, hogy azon emberek utaznak. Annyiszor láttunk már ilyen srácok, tehát ez, hogy emberek vannak rajta, hú. És a következő állás megálló a Miko, tehát a Main Engine Cutoff, tehát az első fokozat hajtóműveinek leállítása. Majd látni fogjátok, ahogy szétválik, az első fokozat azonnal átfordul. A tetején különböző kis fúvókák segítségével fordul át majd az egész, míg a második fokozat hajtóműve pedig indul, és megy tovább. Igen, amit pont most mutatnak, az már az első fokozatnak az alján, vagy tetejéből lévő kamera. Miko! Tulajdonképpen beleálltunk a második fokozat hajtóművébe. Nagyszerű! És indul a jobb oldalon a második fokozat. Szép lát.
gyönyörű. Jobb oldalon a második fokozat, bal oldalon pedig látjátok a második fokozat tetejét, és az a fényes pont az a... Ó, ott ül a... Ó, de gyönyörű. Na, ezeket a belső felvételeket várom én is. Ez az! Úristen, de örülök! Hihetetlen. Ezek hogy érezhetik magukat ott belül, te atya úristen? Történelem, írónik. Teljesen nyugodtan ülnek. Összetett kézzel. Hát gyakorlatilag egyébként most tényleg ők csak utasok, tehát mindent abszolút. A Crew Dragon csinál magának. Abszolút. Egyébként a Chris mondta, hogy... Hogy. Tehát fognak automata, vagy elnézést, manuális manővereket is eszközölni. Tehát a tesztek során úton az ISS. Igen, tehát szándékosan is majd belenyúlnak az irányításba, de most ilyenkor nem nyúlhatnak, tehát csak vész esetén. Így van. Na most azt tudni kell, hogy bal oldalon ugye a sebesség, az a második fokozat sebességét mutatja. Azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy föld körüli pályán maradjanak, nagyjából 27.000 km per óra fölötti sebességre van szükség, úgyhogy innentől kezdve egészen a SECO, SETRO kiírásig egészen menni fog, működni fog a második fokozat. Ha itt bármi történne, akkor alapvetően mint egy ballisztikus rakéta még simán visszatérne a Föld egy teljesen távolabb pontjára a második. Tehát maga a Crew Dragon űrhajó. Kíváncsiak egyébként, hogy az egy első fokozatról lesz-e valami landolási felvétel legalább, de természetesen most nyilván az űrhajósok az elsődleges, de, igen. De remélhetőleg, ha máshogy nem, akkor legalább bemondják, hogy éppen mondjuk az entry burn beindult, vagy hol tart az első fokozat. Igen, mert általában ugye az szokott a felállás lenni, hogy jobb oldalon ott van a második fokozat, bal oldalon pedig mutatják az első fokozatot, hogyha van mit. Itt van, tessék, első fokozat. Megvan, első fokozat. Igen, ezekről az aerorácsokról beszéltünk. Hát akkor most nem fogják a második fokozat hajtón, mondjuk az annyira most... Nem is érdekes. Lehet látni egyébként néha egy-egy ilyen kis gázkiáramlás, azok az úgynevezett hideg cold thrusters, hideg fúvókák, tehát alapvetően nem kíván hűt, hanem sülített, segítsetek nitrogén, mert azt hiszem működnek, ha jól tudom. Igen. És ezzel is tud úgymond módosítani a pályáján az irányán. Tényleg nem tudom, figyeltek, hogy 4 millió nézője van jelenleg a SpaceX-nek Bravo, végre, ha megérdemelt figyelmet, úgymond megkapják ezek az indítások, mert tényleg, aki nézett már bármilyen más indítást, egyszerűen egy vegzálásnak érződik a SpaceX közvetítéseihez képest. De ez a belső kamera, kaptunk egy oké jelzést Bobtól. Jobb oldalon egyébként a második fokozat tetejét látjuk egyébként, ahol az első fokozat tetejét látjuk, ahol a második fokozat volt. Köszönöm. Again on your right screen is that first stage booster coming back. Ez pedig az első fokozatnak a belseje, gyakorlatilag a teteje. Ami jobb oldalon van a második, vagy már a bal oldali képen pedig a továbbra is a második fokozat ajtóművét láthatjuk. Hát tulajdonképpen ez a kamera, ez már a Interstage-en van, ha jól tudom. Again, if you're keeping an eye on that timer, that's going to continue to burn until a fekete részen. Igen. Tehát ez a fekete részen, ami így van. Azt hiszem már a hajtómű van. Így van. Pontosan. Na, a következő úgymond stádium az Entry Burn. Tehát alapvetően mi fog történni? Mindjárt beindul 3 a 9 darab Merlin hajtóműből. Ez egyrészt azt szolgálja, hogy egyrészt lelassítsa a rakétát, másrészt ugye egyre sűrűbb légkörön hasít keresztül, úgymond ez a zuhanó rakéta. És úgymond egy... látszik, és közeledünk a Föld igen, felé, úgymond, bocsánat. És egyfajta pajzsként védi úgymond a rakétát. Most indul egy, és most indult még a másik kettő. Tehát látjátok, majd figyeljétek meg, hogy most egy kicsit ilyen, egy ilyen elnyújtott alakja van az egész csúvának, és mielőtt leáll, először megszűnik ez a szét. Igen, tehát a háromról mindjárt lemegy egyre, és utána áll le. Mindjárt mondom, elvileg. Hát nem van ilyenkor a kamera meghalni, úgyhogy reméljük, vagy drukkolj most a
nemzeti kamerának is, hogy most végigkövethessük esetleg az első fokozat teljes visszatérését. Még mindig három, most van csak egy, és most áll. Most van csak egy. Így van. És ugye ezek most a mit mondom, a várjatok, ez, várjatok, ez nem igazán jó, mikor ennyire durván elkezd mozogni. Igen, nagyon melengett. Ez még szerintem most most stabilizálni. Oké, de nagyon közel vagyunk egyébként a landoláshoz, úgyhogy szerintem azon a környéken komoly felhőzet volt, mert konkrétan azon fog most mindjárt átrepülni. Szerintem fél percen belül vagyunk a landolás. Maximum egy percre vagyunk. Közben semmi nem történik a baloldali képernyőn, ami marha jó dolog. Azt így szeretjük. Ne is történjen semmi. De visszajött egy pillanatra utána. Igen. Hát ez várható volt sajnos, hogy a légkörbe visszatéréskor a kamera az felmondja a szolgálatot, úgyhogy de ez legyen a legnagyobb bajunk. Igen. Oké, most körül azt mondja, hogy második fokozat leállás, második fokozat, igen, hajtóművének most állt le. A SpaceX-nek az irányító központját látjuk. És első fokozat landolás, na? Ja, jó. Teljes lesz a sztori, vagy nem? Gyerünk! Ügyesen. Alakul. Meg lesz az. Valami jön, valami van. Vibrálás, oké. Valami fény. Ilyenkor egyébként el szokott menni az adás. Ez teljesen normális egyébként. Igen. Wait for confirmation of that. Visszajött! Megvan! Ott van! Yes! Jöjjön! Nagyszerű! Ó, de királyság! Nagyon szépen! Visszajött! Bravo! Nagy gratula! Ez igen. Akkor most már csak... Hát gyakorlatilag akkor most már én elkönyveltem ezt teljes sikernek. Mert az űrhajósoknak most már nem lett, és most fogtak kezet amúgy az űrhajósok, hogy leszállt az rakéta, és kezet fogtak. Nagyon jó. Na, tehát most tartanak ott, így van, 27.008 km/h sebességgel. Úgymond, így van. Tehát ez az a sebesség, ami, tehát innen, tehát most már biztosan föld körüli pályán vannak. Úgyhogy igen. Abszolút siker! Abszolút! Tessék! Mikrogravitáció! Ilyen háziállatok van, figyeljétek majd! Kicsit késik a mainstream, de én már láttam a... Jaj, egy pillanatra beugrott. Nézzétek, milyen háziállatot visztek magukkal, nagyon jó. Szerintem elrepült tőle egy kicsit, és most azért nyújtózkodik, hogy vissza... Nem érj el, mi volt az? Szerintem mindjárt jön tőle, hogy mi baj lehet, hogyha egy kicsit kicsatolom az övet. Ja. Csak egy kicsit! Egyébként ezt a landolást nevezik bullseye-nak abszolút, tehát ez a telibe a közepébe, ahogy mondják, úgyhogy gyakorlatilag hibátlan leszállásnak. Őrület! Őrület tényleg. Melyikek fészkelődik annyira? Szerintem nem dark, hanem a... Jobb oldalon a Benken ül. Így van. Igen, bal oldalon pedig a dark. Valószínűleg ő kapta meg a házjállat vigyázó pozíciót. Pillanat, bal oldalon most fog szétválni a második fokozat, így van körülbelül 11 perccel indítás után. Mindjárt szétválik a második fokozat és a Crew Dragon. Úgyhogy akik hallgatnak minket Magyarországon, körülbelül 10 perc múlva, sőt 8 perc múlva menjetek ki, akinek van tiszta ege, menjetek ki, és ha tudjátok, nézzétek szabad szemmel. Déli irányban egy gyorsan mozgó fényes pont, lehet, hogy kettő, mert azért attól függ, hogy mikor válik szét. Elvileg egy fél perc, egy percen belül szét kell, hogy váljon a második fokozat, és a Crew Dragon űrhajó. Then they'll begin a series of checks on the Draco thrusters that are going to be used to maneuver and then power Dragon on its flight. Elvileg tényleg záros határidőn belül meg kell, hogy történjen a szétválás. És nem sokára egyébként leválik a Crew Dragon a második fokozatról. Most már ebben legyen. És... Igen, megvan. Bocsánat, megint lelőjük elő a poénet, csak most fogjátok látni, de... Oké. Mondjuk, hogy a jövőben látunk. Egy pillanat, tehát amit most látunk, ez ugye a nyomás alatt nem lévő része, úgymond a csomagtartónak. Egy normális küldetés alatt majd minden olyan dolgot, aminek nem kell nyomás alatt lennie, tehát nem kísérlet, nem utánpótlás, nem víz, nem kaja, nem stb., hanem mondjuk olyan hardware, olyan eszköz, amit szeretnének mondjuk az űrállomás külsejére felerősíteni, vagy csak egyszerűen nem kell, hogy nyomás alatt legyen, az mind ott lesz majd látható a jövőben.
Dragon, chief engineer on Dragon the ground. És így kezdetett lábbal, mintha mi sem mellett természetesen, így utazgatnak. Hát ez hihetetlen tényleg. Közben most beszélnek a... Most kommunikálnak az hajósokkal. Most gratuláltak nekik. Nagyon örülnek, hogy ők az első emberek Dragonnal. És mennyire tiszta az vétel. Nagyra értékelik az a cég erőfeszítését és hálásak a sikerért. Thank you so much for what you've done for us today, putting America back into lower. Szintén mindenki köszön mindenkinek mindent, hogy köszönik, hogy Amerika ismét képes embert küldeni. Mert azért vagy be őszintén, óriási dolog ez, majdnem 9 év után most először sikerült Amerikának embert küldeni az űrbe, ami amerikai bagatell. És nevetséges. Amerikai földről. Ja igen, Jim Bidenstine-nak a nagy mondás. Nagy igen. Igen. American Rocket, American Astronauts from American Soil, igen. Úgyhogy... Amerikai rakéták, amerikai és írós, közben amerikai gyorsan földről. Válaszolok Feri kérdésére, mi lesz a második fokozattal. Ez gyakorlatilag a Falcon rakétának az egyetlen olyan része, ami megsemmisül a földbe, légkörbe való visszatéréskor, tehát ez a Stage 2, amit nem tudnak felhasználni újra. Tehát ez valószínűleg, ahogy majd ez is egy irányított egyébként pályamagasság csökkentéssel visszatér a légkörbe, és ott majd elég. Igen. Alapvetően azt tudni kell a második fokozatról, amiről mutattam fotót korábban, saját felvételt, azt kell róla tudni, hogy nem tesz meg egy teljes kört a Föld körül, hanem nagyjából Ausztrália környékén lép vissza az atmoszférába, és ott konkrétan el is fog égni. Tehát ezért vagyunk mi nagyon-nagyon-nagyon jó helyzetben Európában, mert innentől kezdve, és biztos vagyok, ezt a nyakamat teszem rá, hogy innentől kezdve tényleg nagyon durván meg fognak szaporodni a Crew Dragon indítások, konkrétan főleg azért, mert nem csak a NASA megbízásából fognak majd embereket vinni az űrbe, hanem magánszektorból is úgymond várják a fizetős úgymond embereket. És azt tudni kell, hogy ugye az első fokozatot például Amerikában nem tudják lefotózni, mivel nem tesz meg egy teljes kört. Most innentől kezdve egész Európa óriási előnyben van, úgymond, pontosan a helyzetünkből adódóan. Legyen már nekünk is jó egy kicsit ma. Na, tök jó, hogy ennyien írjátok, hogy láttátok. Ez nagyon jó egyébként, mert megmondom őszintén, hogy én, mint ISS fotós, pontosan ezért fotózom a nemzetközi űrállomást, mert ez egy olyan távoli dolognak tűnik, ez az egész dolog, megmondom nektek őszintén, ugye jó rakétaindítások, ott valamit tesznek, vesznek Floridába, most mit csináljunk vele. De alapvetően onnantól kezdve, hogy te magadnél látod személyesen, ez egy olyan személyes élménnyé válik, egy olyan felfedezési, amit senki nem vehet el tőled. Te magad megtapasztaltál egy történelmi eseményt, hogy áthúzott fölötted ez a két űrhajós ebben a vadi új űrhajóban. És majd amikor 10 év múlva visszagondolsz, hogy amikor már több tucat küldetés ment le, akkor hát bizony, annó láttam élőben átrepülni. Igen, ez mindenkinek feledhetetlen élmény lesz, az biztos. És erről sokáig fogunk még beszélni. Szerintem ott van President Trump. Mondhat mi, hogy örülünk annak, hogy elég sokan összegyűltünk és együtt tudtuk ezt a pillanatot átélni. Abszolút. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok amúgy velünk. Még nem megyünk, ne értsetek félre. Még sehova nem megyünk. Még aztán...